Kedvi a time, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, kiperjelentkezik a következő Seven Days to Die gameplay-jel. Rájöttem, hogy bele kellene húznunk, mert a következő napon konkrétan érkezik a horda, ami már ugye dupla erősségű lesz. Ugye beszéltük arról az előző részben, hogy nem 8, hanem 16 darab zombit szeretnék beállítani a következő részre, akik támadják folyamatosul ugye a bázisunkat. Viszont ez nem a bázist akarom használni erre, hanem ki akarok építeni egy teljesen kifinomult hordavárót, ami, hogy mondjam, ki fog bírni konkrétan bármilyen erősségi hordát, mert úgy tervezem, hogy úgy lesznek a következő részek megoldva, hogy ugye következő nap 16 darab zombi fog jönni, és meg fogjuk látni, hogy hol vannak a gyenge pontjai a hordavárunknak, és ezeket megpróbáljuk kiküszöbölni, és be fogom állítani nem is 7 nap távolságra, hanem lehet, hogy előbb, hogy akkor már ne 16 jöjjön, hanem megint 8-al több, és megint 8-al több, és megint 8-al több. Ugye 64 darab zombi tud egyszerre támadni, ami iszonyatosan sok már. Azt meg kellene próbálnunk, hogy ezen a szinten, ilyen nehézségi szinten, 64 darab zombit bírjon ki a hordavárunk. De ehhez kellene építenünk egy olyan hordavárót, amelyik mindenképpen epikusan, tökéletesen, szuperül, jól működik. Szóval, na, először is ki kellene pakolnom, mert bocsánat, de vannak itt olyan dolgok, várjál, úgy kellene kipakolni, ehhez nincs egy gyors billentyű, tökéletesen nem kellene. Mindig hatogatni a képernyőnek. Egyébként Nelly volt, aki megkérdezte, hogy nem ment gajra a mentésed? Hát nem, hál' Isten. A merev lemezem, vagyis az SSD-ben az abszolút nem sérült. Hát ezeket mit nézegetem végig, úgyse fogja ezeket bepakolni, de azért bízok benne, hogy egyet-egyet igen. De hát aztán annyira nem. Na, ki kellene pakoldom mindenhonnan, és azt sem tudom egyébként, hol tartottam gyerekek, úgyhogy egy kicsit itt... Jó, mert elmentem, ne várjál, szervetlen craftba, kellene ki kéne pakolni nagyon gyorsan, jó? Aztán akkor utána intézzük a dolgokat, szervetlen craftba nem kövás. A vépőmbe kellene ilyen, egyébként ezt a dart izét, ezt lehet, hogy lekére scrappelre, mert ezt nagyon nem használom, és szerintem nem is fogom használni, nem tudom, hogy mi jön belőle, hogy a scrappelem. Meg is nézzük, vas jön belőle, amire pont szükségünk van, úgyhogy mehet a scrappelésre nagyba a főbe. És akkor megpróbálunk létrehozni egy olyan hordavárót, ami epikusan, szuper, csodálatosan, nagyon jó lesz. A túlba várja, bele kell raknom még ezt is. Meg a szervetlen craftba belerakom ezt is. És akkor valószínűleg, hogy kell szereznünk alapanyagot is, mert azért annyira nem sok van, viszont elég könnyen fogunk szerezni, tudjátok, jó? Hogy van nekünk bőven mindenünk is. Az első horda, hát nem tudom pontosan, hogy fogjuk túlélni. Ez egyébként ide, itt mi szokott lenni, mert ez nem ez az is biztos. Na, a túlba, mindent rakok ki, aztán igazából arra fogunk rámenni, hogy ugye építkezési projekt jobban menjen, ezt figyelsz, megeszem ezt a macskakaját, legalább nem lesz. Ó, van itt fa bőven. Jó. A vasat azt valószínűleg elkezdem olvasztani, hogy minél több vasunk legyen, mert arra nagyon-nagyon szükségünk fog lenni, mivel nagyon sok mindenhez kell, igazából ennyi az egésznek a ismérve. Hol vannak a modok? Jó. Volt itt 2 darab mod, meg volt itt egyéb lőszer, 9 mm-es, ami már nem fér sehova, tehát akkor rakok ide is be, jó? 9 milliméteres lőszer, a szervetlen craftba, meg berakom ezt a lámpát még, meg ezt is, meg akkor ott van nekünk, sörétes lőszerünk. Meg van armorunk, amelyiket igazából nem használjuk. Jó, egy csomó videót el tudnánk egyébként adni. Tök fura, hogy limitálva vannak a dolgok, hogy mikettől kell adni meg miket, de figyeljetek, ezeket is ki kéne szórni, jó? Úgyhogy bocsánat a dolgokért, figyelj ezt berakom ide a vépőmbe, nem? Meg ezt is a vépőmbe. Igazából az a gond, hogy el kéne adni mindent, nem? Csak komolyan mondom, nem azzal akarom húzni a gameplayt, srácok, hogy itt azokkal tökörészünk, hogy én, mit tudom én, lefő hordogatom az árukat, az eladási dolgokat, tudod-e? Várj, ez talán befér ide, és ez meg talán akkor úgy, és akkor 762-es az maradhat nálam is, mert akármi csoda történhet,
A sörétest meg még ide berakjuk. Jó, azt akkor nagyjából meg vagyunk, ugye? Mivel mentem el? Ezzel mentem el idén utoljára? Úristen, gyerekek, többet nem megyek el utolni, komolyan mondom. És már azért Dunát tudok rekeszteni a sok szajréval, de most ez mindenféle túlzás nélkül brutális, ami itt van, gyerekek, nálam. Egy-két javítókészlet lehet, hogy szükségeltetik majd, várjátok, a vassal is egész jól állunk, ugye? Acélt kellene csinálnom, mert szeretném acélra felhúzni majd a zombivárommat megfelelően. Mik vannak itt, baze? De Isten hallod, hát ez tényleg egyszerűen kezelhetetlen ez a rengeteg loot, amit össze sikerült szednem. De most, várjál, az üzemanyagot, ezt megtankolom, aztán ezt vissza is dobom, jó? Tankoljuk meg. Meg ezt vissza is rakom, ezt az üzemanyagot, hogy legyen itt. Gyerekek, réz is van egy csomó, hát például a rezet is abszolút nem használom semmire. Ez mehet az eladó cuccokhoz, de azért egyelőre még rakosgatom. Már nem is tudom, jó pár ezer darab van. Modok. Oké, okay, rakjuk ki a modokat, rakjuk ki az alkat, modok elfogytak, ugye, rakjuk ki az alkatrészeket. Ez is alkatrész, ez is alkatrész. Ide mit rakod be? Ide beraktad a vízét. Túlt. Túlsz. Jó. Van nekünk olyanunk, hogy vasacska. Majd be fogom pakolni, csak egyelőre legyen egy kicsit szelvetlen krabban. Van itt egy kerekünk, van itt egy ilyenünk. Meg ugye megint lőszer, hegyek vannak mindenhol. Azt ugye beszéltük, hogy itt marad. Figyeljetek, a pénzt hagyunk magunknál, ki tudja, hogy mi lesz még itten, gyerekek. Aztán így akkor most már enyhén rendezettebb. A vépőhöz mehet ez. Ugye meg ez is vépőhöz mehet. Oké. Okay. Mondhatjuk úgy nagyjából jó vagyunk? Ez meg. Nagyjából. Hát ezt már nem tudja hova rakni, bazza. Berakom a 762-höz már kénomba. Jó, oké. Okay. És kacok, akkor ez így jók vagyunk. Kajapia van nálam, lőszer van nálam, túlokat kellene akkor magamhoz venni, olyanokat, amiket fogok én itt használni. Kellene nekem auger 5-ös, ez van ugye, meg is van modolva. Kellene nekem láncfűrész 5-ös. Oké, okay. Kellene nekem egy ilyen szegbelövő. Mi az, ami kellene? Még valamit akartam. Igazából nagyon nem kell más, nem? Javító, oké. Okay. Ja, és akkor izelből kellene először megcsinálnunk, fából. Szóval a fablokk az gyűhet. Azt nem lehet így egybe csapni ilyenkor? Ja nem, mert 500 darab fér. Jó, oké. Okay. Fát fogunk vinni. A vasat, azt gyorsan még berakom az összeset, a maradékot. Meg még szerintem szkrepelődik egy pár darab. Rakjuk be a vasat. Most olvasztani. Aztán akkor így azért egy pár darab lesz. Jó, alkotó elemek még kellenek, kő alkotó, de figyeljetek, először egyelőre csináljuk meg fából, ugye? Közben fogom kitalálni nagyjából, hogy mit fogunk alkalmazni, de azért mondhatni, hogy hát úgy nagyjából tudom, hogy mire gondolok költő. Oké, gyerekek, szuper. Nagyon nem kell összetölteni. Igen, javítókészlet. Nincs javítókészlet, egy büdös darab se. Egyébként az hogy sikerül, azt mindig megmondanom. Azért már elfogy, nem? Szerintem rottul nincs egy javítókészletem se. Hol van, nincsen ide duct tape-em se. Hát ez olyan anyám balagába csinálom én ezt mindig. Tényleg, az mindig annyira fogy. Ez például nem itt kell lennie. Hanem az alkatrészbe kell lennie. Bár, az annyira kell, mint szar a zsebbe, gyerekek. Jó, most azon gondolkozok, hogy lehet, hogy a túlokba nem raktam be javítókészletet. Ja. Itt is van egy drón. Drón hegyek vannak, gyerekek. Tök, valaki csatlakozna hozzám, tök el tudnám látni mindennel is, mi? Jó, hát le kéne menni, neki kéne állni. Mennyi idő van? Egy óra. Hát igazából megvédeni meg tudom magam akármikor, szóval nem lesz probléma. Ja. Ki kellene jelölnünk, hogy kb. Ez hogy fog zajlani. Elég nagynak kell lenni. Tehát nem nagyon aprózhatom el a dolgokat, mivel... Várjál? Mi az, amit nem hoztam? Van mindenem.
Elég nagynak kell lennie ahhoz, hát ezt az egészet be fogom építeni valószínűleg, de elég kicsi ez még mindig így, nem? Hát a fene tudja. Jó. Valószínűleg, hogy hasonló megoldást fogok alkalmazni, mint ott, csak nem magasat, hanem gondolkoztam egy olyanról, képzeljétek el, hogy milyen lenne, hogyha csinálnánk egy flippert. Tudjátok, mi az a flipper, amiben a golyót tudod így lövöldözgeted, és a golyó helyett nem golyó lenne, hanem zombi lenne. Szerintem az tök poé lenne, hogy úgy lenne fölépítve, bár lehet, hogy nem lenne olyan hatékony. Ez mi az a sok gyertyaod, vagy mi a pöcsöm az? Ez miért van lerombolva a ház? Ja nem töltött be, oda nézzetek, lol. Dík! Nem töltött be rendesen a ház. Ilyen félig átlátszó. Vagy szétomlott? Nem töltött be. Lol! Most töltött be. Mia? Hát nem tudom, hogy milyen csinálok. Egy ilyen flippert azt tök megcsináltam volna. Csak az a baj a flipperrel, hogy... Hogy. Most tényleg egy olyat kell kitalálnunk, amelyik nem nagyon hülyéskedhetek. Olyat kell kitalálni, ami 64 darab zombit kibír. Úgyhogy ebbe gondolkozzuk, várjál be. Meg kéne raknom blokk... kocka blokkot kéne itten csinálnom magamnak. Legalábbis ki kéne jelölni, és akkor meg kéne néznem. Ez megint nem szimmetrikus. Nekem az én mániám, tudom, hogy szimmetrikus legyen, de hát majd valahogy kitaláljuk, hogy szimmetrikus legyen. Meddig tudok itt építkezni, az se utolsó szempontám. Aha, pont az útig. Jó. Oké. Egy kétszinteset kellene csinálnom. Most azon gondolkozok, hogy egy kétszintes, az tök jó lenne. Várjál. Mindenképp szimmetriával kell. Figyeljetek, tudnám akkor igazából még odébb hozni. Lehetne itt a bejáratnál. És akkor tényleg egy kétszintesbe kéne gondolkoznunk. Hú, basszus. Tényleg egy olyat kibír, hogy akármilyen erős zombi hordát kibírja. Egy olyanba kell, olyat kell kitalálnunk. Szóval igazából nem aprózhatom el a dolgot. Egy kétszintes megoldás lenne jó. Amin fölül támadnak. És ott teljesen át tudom látni, tudom őket sorozni. Egyébként maga az a koncepció, amelyik ugye volt ezelőtt, az nem lenne rossz. De megjettem ettől a dróntól. Várjál, drónocska, gyere ide, aztán maradjál itt, légy szíves. Mondjuk ki is van pakolva, úgyhogy el is tehetném, nem? Oké, nyugodjál meg szépen. Ez egy nem rossz koncepció lenne, egy ilyen. Nem akarom túl magasat, ugye a zombik úgyse fognak sérülni a zuhanástól. Konkrétan a magasat építeni teljesen fölösleges lenne. Viszont valami nagyon strapabírót kéne építeni. Ez lehetne tömör, ugye? Egyelőre megépítjük így, aztán majd meglátjuk, hogy ez hogy fog zajlani. Ja, olyan túl magasat nem akarok, de viszont valószínűleg, hogyha nagyon elfajul a helyzet, akkor kellene csapdákat leraknunk. Alulra, különböző elektromosokat. És azzal tudnék, hát nem tudom, nagyon nem tudom, hogy oldjam meg. Sőt, de már tudom, hogy fogom megoldani. Valamennyire szellősnek is kéne lenni, de az erre kétszintes megoldás az tök jó lenne. Csinálunk még egy darabot. Uh-huh.
Már tudom, hogy hogy lesz. Már sejtem, hogy hogy lesz. Csak az a lényeg, hogy... Igen, úgy kellene, hogy ezeket ki tudják kerülni. Valószínűleg, hát, rakjunk egy falat. Ide alulra befogom az egészet csapdázni. Rengeteg ilyen pörgő csapdám van. Azzal majd valamit ki fogunk találni. Ilyen magasan vagyunk? Még kellene, ugye? Jó lesz ez, gyerekek, jó lesz ez. Két oldalra, végig. Olyan, ugye kapcsolókat kellene oda felszerelnem, hogy be tudjam kapcsolni a különböző csapdafajtákat, hogyha nagyon elfajul a dolog. Meg kell egy B verziót, tehát kellene egy szökési terv is. Na, ez eddig szerintem tök jó. Középre megcsináljuk ugye csak itt van 500 darabom. Meg szerintem ugye megjegyzi, amiket használtam már, úgyhogy ezek tök jók lesznek. Várjál! Hát ezt nagyon nem jegyezte meg. Nekem kellene egy ilyen, nem ilyen, ilyen. Ugye? Ecsém, ez megakadt, hallod? Még nem is vettem észre, hogy mutatja a talajt. Ugye ezen fognak végigjönni az összes zombi. Az addig tiszta, ugye? Elég hosszú. Elég jó nagy szivatás. Jó. Oké. Viszont itt már arra gondoltam, hogy nem fogom megcsinálni. Oké, gyerekek. Azon gondolkodok, hogy kellene egy valamennyire egy ilyen lassító mechanikát beiktatnom, hogy a zombik azok ne olyan gyorsan jussanak el hozzám. Mindjárt ki is találtam, hogy nagyjából hogy fog működni. És ugye úgy lesz, hogy minden hordakor mi ezen próbálunk majd egyre inkább javítani. Ezen a hordaváron, hogy ki fogjuk bírni a 64 zombi támadását is akár. Hát ez egy ilyen brutál lassító mechanika lesz. Szerintem az mindenképp kellene, hogy lassítsuk be a zombikat. Úgyhogy ez egy eléggé fura elrendezés lesz. Jó. Jó lesz ez így. Hát ez nagyon érdekes lesz. Ja, meg full a célból kell megcsinálnom mindent, főleg az olyan részeket, amik nagyon fontosak, mert különben nagyon nem fog működni. Meg ugye szükségem lenne elektromos dolgokra is, ami nagyon nincsen most egyelőre nekem. Meg fogjátok látni, hogy miben gondolkodok. Hát most próbálok egy józon paraszti észre így kitalálni, hogy mégis mi lenne nekem a legjobb. És azon agyalok. Ugye, amikor ugrálnia kell a zombiknak, az mindig lassítja őket. Csak attól félek, hogy... Hogy itt végig tudnak eljönni, hogyha én így lassítom őket. Tehát így nem fognak folyamat lepotyogni. Érted? Hogy ez így jó lesz nekem? Így kell ugrálniuk. Rá, oda a rudra. Itt ugrani, rá a következő rudra, ott ugrani, és így tovább. Na hát igazából ki kéne próbálnunk majd egy zombin szóval, valamit majd okozunk. Jó. Kopizzuk. Jó, hát igazából van mindenünk kb. Majd lehet, hogy alapanyagot kell turnunk, de valószínű, hogy gameplaybe fogom csinálni, most már van augerem, van üzemanyagom, szóval nagyon nem fog gondot okozni, bár üzemanyagot ezt rohadtul nem hoztam. Na, ide, megcsinálom az összeset, aztán akkor utána építjük a többi részét. De viszont mindenképpen ki kell próbálni, hogy nem potyognak le, az se lenne egy jó megoldás, hogyha lepotyognának. Viszont a köztes részekbe, meg majd mindenhova, főleg oda kellene nekem különböző telepített fegyverzetet lepakolnom. Hát bazze, gyerekek, nem tudom, hogy sikerülne. Tényleg mindenféle utánajárás nélkül így próbálom kitalálni, hogy milyen komoly dolgot lehetne kitalálni
zombik ellen, azt lehet, hogy nem fog működni, de szerintem ez lesz pont a szépsége, hogyha esetleg még be is vélelünk, hogy azért saját kútfőből próbálunk dolgozni. Ugye? Viszont mindenképp kell majd egy B megoldás, valami alagútrendszer, vagy valamit ki kell találnom, hogy ne, hogyha nagyon elbukjuk a bázist, akkor tudjunk valahova menekülni. Főleg az első hordakor, amikor úgy gyerekek, viszont ezt, hogyha fel-upgrade-elem, az a gond. Mindenképp ki kell próbálnom, addig nem kellene fel-upgrade-elem, mert akkor bukom majd az acélt, hogyha itt szétverik, tudod. Na, valami ilyesmibe gondolkodott a keeper, ugye? És akkor itt kell majd szerencsétleneknek végig bucskázni. Itt végig bucskázik, és akkor jut el hozzám. Ami... Ja, eléggé necces lesz nekik. Mindenképp rácsot akarok majd oldalra. Úgyhogy azért itt még nem építjük meg. Hát ez... Na, valami ilyesmibe gondolkoztam. Nem? Ez nem jó? Mit gondoltak? Jó lesz az, vagy nem lesz jó? Azt sem tudja, mi? Ennyiből megmondani. Hát igen, kellene szereznünk egy zombit, hogy végig jön-e. Úgyhogy ez az lesz. Az lesz, gyerekek, hogy végig tud-e jönni. Az én kis csodálatos agadálypályámon. Mindjárt várjátok. Viszont egy dolog hülyeség szerintem, hogy csináltam. De majd mindjárt megmondjuk. Hogy konkrétan... Két szélsőt azt ki is vertném. Két szélső blokkot. Ezt meg ezt, nem? Így, így kellene, valahogy így kéne. Így. Ugye? És akkor itt, amire végigérnek, baze, hát a tökük ki lesz, az biztos. Szidnak engem majd, mint a bokrot. Hát tudod? Mekkora király, én is végig tudok jönni, akkor a zombik is végig tudnak jönni. Igazán nem fognak boldogok lenni. Na, egy ilyenbe gondolkoztam, és valószínűleg, hogy két oldalra még egy falat fogok húzni, valamelyik, vagy pedig oszlopokat, és telerakom mindenféle olyan eszközzel, amelyik írtja őket, mint a szar. Alulra telerakom pengével, ahol visszafele fognak menni, és hogyha nagyon nagy a szar, akkor azokat be tudom kapcsolni. Nem muszáj bekapcsolni, de hogyha nagy a szar, akkor be tudom őket kapcsolni. Jó. Kellene csinálnom egy lépcsőzetet, és azt is valahogy úgy, hogy... Jó nagy szopás legyen nekik fölmenni rajt. Úgyhogy valahogy így alulról próbálom, vagy felülről próbálkozok. Jó, hát a legbelső az nem annyira gáz, hogyha fából van csak. Meg vissza is tudjuk bontani, ha úgy van. Egy megfelelő... Az a lényeg, hogy sehova ne tudjanak belekötni. Mindenhol inkább úgy érezzék, hogy ők fel akarnak ugrálni. Itt van, nem stimmel. Csináljuk meg így hosszába, lépcsőzetesre. Aha, itt tesz szerintem, ez nem jó az a blokk. Aha, így. Azt nem volt jó az a blokkot. Na itt ugye, konkrétan fel tudnak ugrálni. Most oldalra is ugyanúgy meg kéne csinálnom ezt. Így, a lépcső és a közepét meg kitölteni. Tényleg nagyon fontos, hogy ne akarjanak bontani. Úgyhogy így, így, így. És így pont kijön, látod, mindenhol van egy olyan opció, hogy ők föl tudjanak ugrani. De viszont ugye nem felmenne, nem lépcsőzni tudnak, hanem felugrálniuk kell, szóval ez is egy iszonyat nagy szivatás nekik, hogy úgy kelljen felugrálni. De ez szerintem epik jó. Hát itt mekkora szopás lesz nekik végigjönni, figyeld! Jó, öcsém! Hát még nekem is, hogy ez egy tortúra. Na, kell szerezzük egy zombit, hogy ez végigjön-e ezen. Vagy végig tud-e jönni ezen. Úgyhogy gyorsan szőrzünk egy zombit. Aztán végig kalisztolok vele. Ez konkrétan 56. nap van. Ma kellene jönni a zombi hordának, szóval éjszakára el kellene készülnünk vele. Itt elvileg kéne lennie ebbe az épületbe, nem? Majd mindjárt bekopogunk. Imore. Meg is történt az esemény. Hogy de megjöttem, bazd meg!
A kurva élet, na mi a fasz ez a sok zombi? Nem vagyok ehhez hozzá, hogy ott azt a kulcsot fogd már meg! Azt a bőtyát halljátok! Kijöttem a csajtó, vagy mi van? Figyelj, mennyi beri. Jaj! Nem lehetek ilyen hülye, bazzak, hallod? Úr, megjöttem, öcsém! De miért futtak ezek? Hajnali négykor, mindenki rohan, bazzak, nagyon szokatlan. Rég játszottam ezzel a játékkal, meglepődtem nagyon. Na, próbáljunk meg felugrálni előbb idők. Várjál ma. Merre fog végigjönni? Nem mondod, hogy nem jön végig. Mondva, jön egy zombi. Hát ő üti-e? Miért üti? Nem tetszik neki, várjatok. Megpróbáljuk így. Nem tudom, ez lehet, hogy nem jó neki úgy. Úgyhogy újra tervezős lesz akkor. Aha, így jó. Á, de így még nem, nincsenek lassítva. Várjál, most hogyha ide rakok egy ilyet. Ha, ez jó, ez följön. Megyünk ám még egy kört vele. Mert ez így valahogy nekem nem stimmel. Akkor ez nem jó, nem a megoldás. Nem, az nem tetszik neki szerintem, hogyha ide lakok majd blokkot, majd mindjárt meglátjátok. Muszáj tesztelők, muszáj. Na figyeld, ide rakok egy blokkot, szerintem onnan kezdve elkezd ütni. Nem bazze, most miért nem üti? Most meg miért nem üti? Hm? Hát, nem tudom. De figyeld, amire ide ér a csem, talán nem megy a nap. Na még egy kört megyünk. Nem tudom, az előbb érkezte elütni. Még nekem is egy kérit végig menni, gyerekek. Na nézzük. Ha megy arra. Nem tudom az előbb mi volt. Mi volt a stájsz, hogy megütötte. Figyelj, nézzétek meg. Na, most mi van? Leakadt. Nem örülök. Leesett. Hol van? Leakadt. Elveszítette a fonalat, várjál, meg kell nézni. És megint üti. Aha, ide amikor már nagyon, ennyit bír el. A következőt, már lerakom a következő soriát, akkor elkezdi ütni. Úgyhogy az már nekem nem jó. Úgyhogy eddig, ennyit tudom ezt. Eddig tudom lassítani őket. A következő sornál már elkezdi ütni. Az tök durva. Ugye ott már túl sok neki ez az egész. Jó, semmi gond. De ezt még bírja. Jó, mert amikor leesnek, akkor is pont olyan magasság, hogy még azért, hogy nevezik, elvesztik az egyensúlyukat. És ide, hogyha rakok még egyen, akkor már nem jó neki. Jó, most igen, mert ugye már addig följött, de különben nem lenne jó. Ja, és megint leesett baza. Megint elvesztett. Mindjárt megnézzük. Szerintem ez egyébként ez már sok lesz neki. De most teljesen végigcűlöm és végigfutok. Meglátjuk, hogy megint elkezd ilyen ütni. Ez abszolút. Látjátok, mennyire belassítja? Jobban belassítja, mint hogyha építesz egy olyan hosszú lépcsőt. És megint ide leesik, ugye? A faszodat azt! Ugorj le, itt vagyok! Na végre. Ne üdögessél se vicse. Lehet, hogy aztán működik ám. Lehet, hogy működik.
Hát de amire ide ér. Az a baj, hogy ugye itt ez kicsit más, mint a... Kicsit más, mint a hordakor, mert ugye itt... leakadnak. Ó, ezt megkerüli. Jó, azt megkerülte. Lehet, hogy ezt el is engedem. Itt ennyi legyen. Ennyi legyen a lassítás. Ugye itt azért lesznek problémáik. Le fognak potyogni meg minden. Annyit még egyébként meg lehetne csinálni, hogy még jobban meg lehetne őket szivatni, hogyha ugye 60%-os emelkedőnyi blokkal, ilyen jó meredekkel így megtűzdelném a két oldalát, mert ha elveszítenék, ha rámennének arra, akkor így leszánkáznának róla. Az se egy utolsó dolog lenne. Ha oda véletlenül rálépnek, akkor ugye lecsúsznak. Tehát nem csak odáig. Ha mondjuk ez nem lesz rossz. Jó, egy első körbe egy ilyen lesz. Csináljunk rácsot körbe. Ahogy mondja. Kéne rács. Szerintem én már használtam, úgyhogy ezt valószínű, hogy akkor ilyenkor elrakja, ugye? Ez nagyon baba. El kéne forgatnunk. A faszodat. Na így. Én nem így. Vaj, de jó egyébként, hogy izé van. Az viszont ki kéne vennem. Azt akartam, hogy talán nem szakad le. Így. És a följárat, lejárat, az meg itt lesz hátul. Begondolkodott a keeper. És akkor így látom, belátom az egészet. Ez nagyon fontos, hogy belássam. Hogy alul mi történik. Ugye ma éjszaka 16-os, már dupla erősségű horda jön, tehát föl kell készülni elég durván. Jó, így lesz körülbelül, megcsináljuk még a ketrec részét, meg minden, viszont kapcsolókat nem tudom, hova fogom elhelyezni, szóval azokat is kellene majd rakni. Valahogy meg kéne oldani, hogy kifele legyenek inkább a rácsok, hogyha meg tudom, hogy belül tudjak elhelyezni bármit, meg akár ládákat is, meg lehet, hogy egyébként lehetne egyel nagyobb is. Miért ne? Ebbe az irányba. Ugye? Jobban is lelátok. Úgyhogy ez valószínű, hogy lesz. Meg akkor ott lesz a bújó rész. Egy olyan horda várót ki kell alakítanunk, hogy bármilyen nehéz hordát lájtosan kibírjon. És hogyha ezt megoldottuk, akkor én úgy érzem, hogy mondhatjuk azt, hogy szépen kimaxoltuk a játékot, és valószínűleg, hogy fogok kezdeni egy extrém, tényleg egy extrém, egy ilyen insane nehézségi fokozaton egy túlélést. Bár a másik megoldás pedig az, hogy lehet, hogy valami modolt Seven Days to Die-t kellene kezdenünk. Oké, ez eddig jó, ugye? Meg vagyunk. Ez eddig jó. Igazából eddig nem egy nagy megfejtés. Ugye a következő rész az lesz, hogy az alját megcsináljuk egy ilyen halálcsapda őrületté. Hát bassza, meg kell... Figyeljetek, fel kell upgrade-elnem ezt annyit tudok csinálni most egyelőre, nem? Kéne cobblestone, kéne? Mit tudom én, beton. Jó, most fára egyelőre gyorsan fel upgrade-elnem, azt megnézzük mennyit. Meg is kéne nézem, mennyi cobblestone-om van, meg mennyi kövem van. Meg ugye azt legyártad is-e két másodperc. Hát remélem, hogy működni fog. Két oldalra lehet, hogy egy ilyen csapdarendszert fel kellene húznom még, mert hogyha minden kötél szakad, akkor ezt írtozatosan rá tudunk cseszni. Várjatok, nézzek egy option-t, egy hangot, mert nekem jó hangos. Hát de szerintem nem annyira. Jaj, de megint kapunk annyi XP-t, basszus, szintet lépek, tuti. Építkezés, ez meg szokta hozni a gyümölcsét. Jaj, és akkor a... Hát nem tudom, a csapdarendszerek azok hogy legyenek. Ugye vannak különböző ilyen turretjeim, amiket le tudnék rakni, csak az a baj, hogy lehet, hogy nincsenek generátorjaim. Hát...
Ugye ki kell elakítanom azt is, hogy a generátoroknak legyen megfelelő helye, mert különben anélkül eléggé nehéz lesz. Meg ugye be kell vezetékelni, ez egy összetett feladat lesz. Meg kéne acélt olvasztanom, kéne cobblestone csinálnom. Hát egyébként a 16-os horda se lesz kis pálya, mert hogyha belegondoltok, mi mindig csak 8-as hordát csináltunk. Néha az is tudott meglepetéseket okozni. Ja, hát ez csak a magja, ez csak a magja épületnek. Még lesz egy csomó minden. Ne ijedjetek meg. Nem egy ilyen snosz lesz. Jaj, de jó! Jaj, de finom! Lesz ugye úrkaj az asztalon. Ja, kell egy csomó cobblestone, kell egy... Ja, meg beton is kell erre. Betonok. Azért nincs is betonom. Tudok beton csinálni egyáltalán, hogy szoktam csinálni beton. Ura régi azt szoktam vele, 2 hete már. 2 hét kimaradás volt-e? Én nekem jól csinálni majd egy lajtorját. Na, kellene csinálnom valami tényleg... valami B megoldás, valami menekülő utat. A bázisomat mindenképpen ki akarom hagyni ebből a képletből, hogy nehogy azt elbontsák, vagy bármi tört egyet. Úgyhogy az kimarad. Na, megyek föl, acélt olvasztani. Jó lesz ez így. Tök jó, tetszik, hogy itt van. Na, ugye az a baj, hogy elesik az egyik oszlop, vagy bármi ilyen történik, akkor onnan túl megszűnt létezni a játéknak, vagy a várónak, hordavárónak a mechanikája. Ami működteti ezt a rendszert. Hát én kíváncsi vagyok nagyon, hogy ez mennyire fog összeérni. Na végre. Jó, megtörtént. Ja, meg itt van valószínű, hogy szét kell buffolnom magam majd, meg minden. Nem csak úgy nekiállni. Hűbele Balázs mondjára. Egyébként kikapcsoltam ezt a szart, mert ordít mind az állat. Úgyhogy most azért nem halljátok itt ezt a tülkölést. Mielőtt betöltöttem a játékot, mielőtt elkezdtem felvenni a gameplayt. Akkor itt 10 volt. Tülkölt, ordított, mert az állat mondom, akkor engedjük el ezt az egészet. Jó, el kéne kezdenem acélt olvasztani, az biztos, hogy kell rengeteg. És igazából szerintem tudok is rohadt sokat. Mennyit tudok becsinálni? 229, csináljunk egy 200 darabot. És a clay-em fog... Nem, az iron-om is kevés. Meg a clay-em is. Jó, azt csináljuk. Kellene nekem kő. Hogy állunk? Van egy-két cobblestone-om, úgy látom, az jó dolog. Meg van egy-két betonom is, az is jó dolog. Meg van egy-két ilyenem is, az is jó dolog. Meg van ez is, meg ez is. Ezeket mind magamhoz viszem, mert ezek köllerek. Köllenek a keepernek. Itt egyébként nem marad benne semmi. Ja, jó. Ja, cement kellene, követ kellene gyűjtőre, ugye kellene a cementhez, meg akkor kellene small store, fú, ezért, ja, igen, kéne majd bányáztom, viszont az üzemanyagot szerintem beraktam a motorba, ugye azt is magamhoz kéne vennem, akkor már legyen, és akkor, igen, és javítókészletet kéne csinálnom, mert az meg marhára nincs, viszont ez biztos, hogy tökre fog menni, ugye, mármint az eszközeim azok tudja, hogy tökre fognak menni. Kéne iron, meg kellene, hát az a baj, hogy izőm az nem lesz szerintem. Duct tape-em nagyon nincsen, én látjátok, ez a baj. Ez a baj. Kellene csinálnom duct tape-et. Ó, hogy mindig eszket nyomok, komolyan mondom.
Ja, ide kellene, glumeg. Van glum, meg rongyom kellene, hát ez lehet, hogy megírasz. De jó, majd csoda, hogy van bazen. Rongyom, az mindig ide. Mindig problémás, hogy ez nincsen, de most legalább lett. Oké, és akkor magammal is iszem ezeket az alkotóelemeket, és akkor tudok is készíteni. Jó, mindent is. Jó, gyerekek! Szuper, mehetünk is a francba, nem, srácok? Föl kéne upgrade-elnem, meg kéne csinálnom a maradék rácsozatot. Ja, csináljuk gyerekek, csináljuk, ne tökörészünk. Valahogy sejtem, hogy hogy fogom megcsinálni az izét a... Aha, már tudom, hogy fogom megcsinálni a kivezető útvonalat. Rájöttem. Nem pont erre gondoltam, de majd már látni fogjátok, hogy mire gondolt a keeper. Itt lesz a létre. Itt meg lesz egy. Egy zuhantócső. Egy zuhantócső, és ebbe fog ide le. Jó ez nekünk? Vagy közép, basszus, középre kellene. Középre kellene egy zuhantócső. Ugye? De az lenne jó, mert akkor védve lenne a bejárata. Kell egy zuhantócsövet csinálnunk, kell középre építenünk egy zuhantócsövet. Ugyanolyat, mint ami ott van, gyerekek. És akkor az lemenne mondjuk alapkőig, és egy melekülő útvonal lehetne, vagy pedig egy ilyen pánikszoba. Hogyha nagyon minden kötél szakad, akkor oda kinyitjuk, tudjátok, van az a nagyon brutál vas, vagy lecsúszunk, aztán akkor adjál neki Sándor. Viszont te kell elkezdeni upgrade-elgetni, amit... Hát, bocs, ez fakereszt. Egyelőre kabelszonra. Utána meggondoljuk, hogy mit húzunk betonra, amíg nincs betonunk. A baj, hogy nálam van a beton, úgyhogy lehet, hogy véletlenül el fogok nyomni egy-kettőt. Ugye a cobblestone az semmi, az 500 azt hiszem a durability-je, szóval itt nagyon fel kell húznunk, főleg az ilyen részeket. Ja, középre kell... Igen. Középre kellene majd egy izét, egy zuhantócsövet. Meg az a baj, nálam van az acél is, azt nem nagyon kéne elcseszni. Nem örülök ennek. Nincs valami láda. Kéne kraftolnom egy ládát. Kraftolunk egy ládát, azt kirakom az olyan dolgokat, amik nem annyira kellenek most nekem ide. Aztán majd fölverem innen, vagy bármi, jó? De, mármint olyan dolgokat, hogy a cement az maradhat, a beton ne legyen nálam. Mert azokon, hogy izélem, felupgrade-elem, pedig azt én akarom beosztani, hogy mire fogok upgrade-elni. Oké. Okay. Vannak olyan helyek, amiket nem tudnak ütni konkrétan, amit tudom én, a fölsőbb sorok. Akkor arra egyelőre nem akarok betont pazarolni, meg acélt. Menjen majd mindjárt az XP-csik. Tök jó, nincsenek zombik, bár aztán annyira mindegy, hogy vannak vagy nincsenek, mert... Jó, kemények vagyunk. Szuper. Ilyen helyekre, meg ahol le tudnak esni, oda valószínűleg, hogy ide, ide, oda, 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 mindenhova rakok. Ilyen pörgőcsapdát, ami szétmetéli őket. De azokat csak akkor fogom bekapcsolni, hogyha nagy a szar. Csinálunk egy ilyen insane hordavárót, amit gyakorlatilag minden kibír. Szóval akkor mondhatjuk, hogy ezt a részét is kipipáltuk a játéknak, hogy van egy olyan hordavárunk, ami jöhet bármi. És nem a bázisunkon van, hanem tényleg egy külön hordaváró. Ja, egyébként akinek nem... Azért izé vagyok. Meg vagyok zuhanva. Elfelejtettem meggyógyítani magam. Úgyhogy ez egy méz kellene, vagy valami.
Ja, aki lehet, hogy nem követi az összes videómat, annak elmondanám, hogy azért is nem volt videó, többek között. Nem fogok hazudni. Szabi haverommal és Bundás haverral és Mokkával ráfügtünk egy kicsit Divisionöztünk. Hát egy hetet. Nem is olyan túl sokat. A másik dolog meg az volt, hogy beszart a gépem. Konkrétan ki füstölt. Két napon keresztül, de kipucoltam, kitakarítottam minden részét, nem tudtam eldönteni, hogy honnan jön a füst. Úgyhogy kénytelen voltam elengedni ezt a dolgot. És úgy használtam. Vigyázzatok, mert az acél nálam van ám, úgyhogy nem kéne egyelőre ezt. És ezt nem fogom lefesteni, mert... Ó, megvan a követ. Két skill pontom megint van, te Jézus Úristen. Jó, ezt nem akarom lefesteni egyelőre. Mert hogy lássam, hogy hogy van felupgrade-elve. Oké. Okay. Ott egy zombi. Sikítos, igaz. Még egy sikítos, bore. Az a nyerül is terült. Hát ez be a grózott egy párat biztos. Föl kéne mennem a helyemre, nem? Kár, hogy nem csinált a blade, már lehetne tösztölni. Ugye, tösztöljünk egyre akkor már. Úgy. Jó van, tesztek, ez jó lesz itt. Ugrálnak ám a majmok. Szerintem nem akarják ütni, jó az. Csak az a baj, le akarnak ugye. De jó, oké. Okay. Jó, ez szerintem így működni fog, elég nagy helyem legyen. Kapcsolókat nem tudom, szerintem földre is tudom rakni, úgyhogy akkor talán annyira nem lesz gond. Jó, ez nagyon belasítja őket, gyerekek. Meg ugye milizni akarom, de most az mit csinált? Aztán mondta, hogy üti bazzer. Üti bazzer, miért üti? De miért üti? De ez a baj lesz ebből, hogyha ütik. Pedig nem kéne, hogy üssék. Nem értem ezt. Nem kéne, hogy üssék, gyerekek. Nem tudom, hogy miért ütik. Lehet, hogy túl sok... Nem tudom, bazza, miért ütik. Miért ütik? Jaj, nehogy ütni fogják, mert akkor nagyon be fogunk szimizni. Na mindegy, az alsó szintek azok mindenképpen mennek betonra. Lehet, hogy azért, mert ugye nincsenek felupgrade-elve megfelelőképpen, talán acélt azt majd nem fogják ütni. Mindjárt elfogy a betonom. Na, el is fogyott a betonom. Jaj, meg kéne nézni, de nincs nem valami jó áru nála. Nem tudom, beton bármi. Vagy pedig, nem tudom, mindent is megveszek. Ami a túléléshez szükségelteték. Hát itt meg konkrétan beépülöm az egész környéket. Csávóna. Jaj, nem akarok munkát, pedig csinálnék azt is, jaj, élvezem azt is. Nem vagyok szokva most a dolgoktól. Építő, vagy mi ez? Javítókészlet. Üzemanyag. Az üzemanyag egyébként tök olcsó. Hát azért annyira nem. Cobblestone, megvegyük. Cement, van cementje is. Mennyi a cement? 300, megveszem bazza. Cobblestone. 150, na viccai. Iron. 1000, megveszük. Mindent megveszek bazza, ami bármennyire is hasznos lehet. Javítókészlet, megveszem. Megyünk üzemanyagot? Mindig azt ad, úgyhogy nem sok értelme lenne. Jó. Vigyel pillanat, haver, nyugodjál meg, ne dumáljál folyamatosan. Keeper gondolkodik, hogy mit kéne vördnie vég. Megvan a... Jó, várja. Akkor ma veszek egy darab elég, pont elég, úgyhogy... Legalább ezt megúsztuk, nem kell fölmennem.
knew you'd be a paying customer. Ja, ezt legalább megúszta a keeper. Van egy magazin. Azt is lőjük el. Kettő darabot. Szuper. Oké. Mert hogy kéne ennem egyet megint, legalábbis enni az biztos, hogy kéne. Akkor ígyunk is egyet, aztán akkor legalább ezen túl vagyunk. Jó. Az a gond, hogy kellene ásnom mindenki, bármennyire is nem fülik hozzá a fogam. Mert az a gond, hogy nincsen alapanyagom. Nagyon gyorsan ásunk egyet, jó gyerekek? Itt már szét van durva, tudjátok. Ide szoktam járni gameplay-ek kívül. Úgyhogy itt már minden is van. Nekünk leginkább mire van szükségünk? Földre most, vagy kőre most. De jó, mert itt ad szendet is mindent. Így azt szoktam csinálni, hogy random nekiállok. Ásni mindenfel, aztán jó világ van. Jöhet homok, jöhet bármi. Viszonylag elég gyorsan lehet, úgyhogy annyira nem nagy probléma ez most. Viszont homok, homokot nem nagyon ad, úgyhogy a homokkal lehet, hogy hadilából állok. Meg kell mennünk végén még homokot bányásznom valahova. Ja, meg vannak itt ilyen fémlelőhelyek is. Ja, itt adja a homokot, de jó. Fősőbb rétegek. Ja, nem akarok gameplay-en kívül, ne haragudjatok, srácok. Szerintem most már tényleg elég gyorsabb egy az a dolog. Valami challenge-et is meg sikerült csinálni. Junovas. Jöjjön az is, semmi gond. Meg itt van valahol nitrát is, ezelőtt találtam. Azt a bőtjár, de hangos, bazza, itt a nitrát. Valaki azt mondta, hogy amikor hangosan zörgök, akkor jönnek a zombik. Na hát, hogyha erre nem jönnek, akkor semmire. Ha van itt vas lelőhely, bővebbek. Ó, ja, ez izé már. Ó, lombaza. Menjünk odébb egy kicsit. Tök jó lenne, hogyha lennének ilyen random dungeon-ök, amiket itt ki lehet ásni. Régebben voltak ilyen barlangok, emlékeztek rá? Azt is kivették, pedig azt nem tudom miért. Hát nem túl sok követ szedtem össze vég. Egyébként srácok, ennyi erővel, akkor meg tudnám azt csinálni, hogy nekiállhatnék. Ugye? Nézzének. A pánik szobának, és akkor azt, hogy kiásom, akkor abból lenne annyi anyagom, ami elég lenne, ugye az építkezéshez. Lehet, hogy egy kicsit megérné. Szerintem. Úgyhogy lehet, hogy mindjárt neki fogok állni. Jó van, gyerekek. Kellene csinálnom kőből mindenképpen rengeteg cementet. Fölmegyek, elkezdek sütni egy kis cementet. Ebben meg... Ja, ebben mindig tele vannak zombi vele. Nem húzom az időt, jó srácok? Pörögjünk. Pörgés van. Igen, azt fogom csinálni, berakom cementet, aztán nekiállunk megcsinálni a pánik szoba részét is. És akkor igazából abból megvan a izé. Megvan a. Tudod, hogy mi? Aljama. Hogy kell sütnem be az a izét? A cementet. Ilyen sima követ kéne bepakolni. Rakjuk ezt ide.
És nincs is benn kő, de van benn bazza egy csomó kő. Akkor tudok is cementet, jaj de jó. De viszont még akkor pakolok be. Hol van, hol raktam a kövemet? Volt kövem nekem-e? Huna kő! Menjen befele kő. Oké. Annyit megnézek, hogy akkor itt a kövek, mi már nincs is semmi olyan, jó, amit tudnék használni. Oké, gyerekek, akkor menjünk, aztán gyorsan lássuk le a izét is. Csináljuk meg a pánik szobát, azt lenyomuljuk alapkőig. Milyen magasan vagyok egyébként? Azt mondja, hogy elővésőr 35 blokk magasan, 35 méter magasan vagyok, 35 blokk magasan. Az az már jó dolog, mivel akkor 35 blokknyi mélységre le tudok ásni, az meg pont kívül esik, hogy észrevegyenek. Szóval az már egy ilyen bázisnak is megfelelne. Ilyenkor tök durva, hogy amikor már ennyire előre haladott állapotban vagy, hogy tök ilyen jó bázisokat tudsz csinálni. Tök fura, nem? Hogy pont ilyenkor tudsz ilyen szuper jó bázisokat csinálni, amikor meg már annyira nem... Nem kell. 1, 2, 3. Igen, ugrani nem tudnak a zombik talán, ugye? Jó, és akkor, hát figyelj! Kockáztatunk, lemegyünk. Lemegyünk alapkőig, jó? Van világítások, minden, ugye? És mindenképp kell egy külső, egy másik járat, ahol majd ki tudok menni, viszont nem az a legelsődleges fontos. Figyeljetek, lehet egy még egy... Bazzeg, mikora poén lenne, hogy lenne még egy... Arra nézve, egy ugyanilyen. Hogy szépen átmenni oda, és akkor dír. Mekkora fresh lenne. De nem, inkább valami mást fogunk kitalálni. Na, adjunk neki gyerekek, remélem van el a vele győze vagyok. Nyomjuk alapkőig el, srácok, nem tökölünk. Nulláig levegyük, nulláig! És utána csinálunk egy kiáratot. És utána kialakítjuk a barlangunkat. Milyen magasan vagyunk? 23 méter. Ha-ha, tök jó! Ez egy tök jó megoldás szerintem, hogy lesz egy ilyen. Meg ugye nem mindegy, hogy merre fogok ásni, mindenképpen próbáljuk meg tartani a deókat. Na látod, innen jön a kő. Mi a francnak ástam volna más helyen? Mekkora poén, mekkora ötlet. Sőt, nem is itt közvetlen... Aha. Itt van. Ez van alapkő, azt hiszem. Nullán vagyunk, ugye? Nem bazzai. Hát van itt csak valami vas volt. Úristen. Na most jött meg. Most jött meg az alapkő, ugye? Aha, tök jó. Szuper. Ez egyébként broadt... magas. Ide mindenképp egy olyan aknát kell kialakítanom, aminek az alján szalma lesz. És akkor ide ugrok le. És akkor próbáljunk meg nyugati fele terjeszkedni. Ez kevés. Alapkövön vagyunk. De várjál. Aha, jó, mindegy. Akkor lesz padlózatunk is. Jó, valami kijáratot kellene nyugat fele eszközölnünk. Egy vészkijáratot. De nem is vészkijáratot, hanem legelőször. Egy pánikszobát. Hú, ez nagyon érdekes lesz, hogy honnan fognak támadni a zombik majd. Hogyha a pánikszobában vagyok, lepróbálnak ásni hozzám? Ez most bőven megkő. Na. Megoldódnak itt a problémák, gyerekek. Az a baj, már nem olyan túl sok idő van, de szerintem az első hordát azért kibírom felszínen. És tudom, hogy kéne egy csomó beton is meg, ugye? És így neki kéne állni betont keverni.
A cementtel sokra nem megyek. Sőt, a pánikszobának hát jó lenne egy másik kijárata. Én azon gondolkoztam, hogy az is jó lenne, hogyha nem lenne kijárata, hanem itt csinálnak meg egy olyan védelmi vonalat, ami, hogyha itt hullanak le, akkor próbáljunk meg túlélni minél tovább. Ugye? Tudjátok, mi lenne még egy megfelelő megoldás? Hogyha leszűkíted egy alagutat egy magasra, és akkor ugye ilyen négy kézláb kéne közlekedniük, ami szintén lassítja őket, nem? Na ugye sokszor látni, hogy konkrétan átbújra ki ilyen réseket. Hogy az mennyire működne, nem tudom. Keeper a vakod. Keeper the tank helyett keeper the vakod. Nem tudom, a vakod az angolul mi. Oké. Okay. Még jóval odébb kellene, nem? Hát legalább odáig az autó alá, ugye van itt egy ilyen platós plató, vagy egy ilyen utánfutó, amin az előbb kinyírtuk a zombikat, oda megpróbálunk elsunnyantani. Érdekes részeknek nézzünk előbe, srácok, mert majd minden részbe kizárólag fejlesztés és egyre durvább zombi hordák fognak jönni. Úgy gondoltam, hogy ha már egyszer elértünk egy ilyen szintre, akkor mindenképpen kéne valami izgalmat belehoznunk. Hát a pánikszobának mindenképp acél falai kellene, hogy legyenek. Egyébként az is egy jó megoldás lenne, hogy a pánikszoba acélfalak és azon belül még egy réteg, ami acél vas rácsok. És hogyha látod, hogy valahol bontják, akkor ott ugye tudsz reagálni. Tehát nem csak azt hallod, hogy ütik a falat, és akkor betörnek hozzád, hanem konkrétan tudnál reagálni rá. Megütöm az alapkövet, akkor van ez a hülye hang. Van lett elég kövünk, úgy látom. Nem, valami kiárat kellene. Valami kiárat kellene. Úgyhogy szerintem valahol itt lesz, itt lesz kialakítva a... Ah, csinálok egy kiáratot, mindenképp csinálok egy kiáratot. Megyünk fölfele. Nem, még egy kicsit odébb megyünk. Ja, kell egy lépcső. Kell egy hosszú lépcső, hát nagyon hosszú lesz, úgyhogy neki is állhatnék szerintem. Konkrétan egy ilyen rampaszerű 45 fokosat föl fogunk fúrni. Nézzük, hogy ez hogy van, hogy vagyunk. Úgy, és valahogy így. Elég nehéz tájékozódni itt egyébként. Na, viszont lehet, hogy csinálok egy olyat, hogy csinálok lépcsőblokkot. És akkor ugye tudok találkozódni, hogy kb. Hogy kéne tartanom. Na volt a fiú, bazze, hallod, oda nézze. Na végre. Na és akkor egy, ebbe gondolkodtam, hogy akkor így látom, hogy mégis tudom-e tartani ezt a... Hát ez így tökéletes lesz. Jó, lépcső blokkokkal. Hoppá, most komolyan följavítottam ezt a cuccot? Nem mondod. Ó, az augát meg kéne javítanunk, gyerekek. Itt nem kéne leszkreppelni, mert akkor itt végünk van. Ja, itt lesz egy... És a... Aha, itt lesz, itt lesz. Itt lesz, ahol most vagyunk kb. Itt lesz egy ide. Itt lesz egy pánik szoba, onnan le tudunk ugrani, ide be tudunk jönni. Itt lesz egy ajtó, és a lépcsőn föl tudunk menni, hogyha úgy van. Bár lehet, hogy a lépcsőn le fognak jönni, úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy fog megvalósulni, de azért majd valamit próbálkozunk. Pakolom a lépcsőket, azt akkor látom, hogy a jó irányba haladunk el, látod? És akkor itt tudom, hogy...
Tudom merre kell menni, látod? Van valami viszonyítási alapom, különben rohadtul így ebbe a ligba itt. Jó, hosszú lesz számára egy cső, 45 fokba ugye. 35 blokkot kell mennünk fölfele. Na, és akkor itt igazából egyelőre, első rész, első hordakor, nem valószínű, hogy meg fogom tudni most csinálni én ezt a pánik szobát, de viszont van egy menekülési útvonalam, ahova le tudok ugrani, hogyha nagy a szar. Ne felejtsük el betenni magunk után a ajtót, mert akkor baj lesz, hogyha nem teszi be a keeper. Ó, csak egy kicsit túlfurtunk. Túltoltuk Béláim, túltoltuk. Na, ez kellett ez a lépcső ide. Tök jó, hogy vannak alapanyagok, és ilyenkor meg már tök gyorsan tudsz alapanyagot szerezni. Itt már ilyenkor tök bármilyen bál is megcsinálsz, pikpak. Akár egy-két nap alatt is. Na gyerekek, azért a 64-es zombi horda az nem lesz ám gyenge. Hogy konkrétan folyamatosan 64 darab zombi fog támadni, az nagyon-nagyon sok ám. Az olyan, mint hogyha, mikor volt az az iskolai küldetés, amit csináltunk, annyi zombi folyamatosan futna rád. Azért az brutál lesz. Nézzük, milyen magasan vagyunk. Bazza, még csak 12 méteren vagyunk, még háromszor ilyen magas lesz az a lépcsősor. Úgyhogy ezt tudjátok, ez ki fog érni körülbelül idáig. Tudjátok, mit kellene csinálni a legvégére? Rakni egy járművet. És ha kijössz, és fölpattansz a járműre, és megpróbálsz menekülni. Az így vicces lenne. Azt hiszem a keselyük miatt nem működik az, mert folyamatosan támadnak, de aztán nem tudom. Működne az, hogyha a zombi horda erről menekülne. De egyébként, hogyha pár óra van vissza, vagy egy-két perc, akkor szerintem az működhet. Egyébként régebben gondolkoztam egy olyan koncepción. Mindjárt mondom ám. Hogy csinálnék egy hatalmas nagy. Tudjátok milyen az a részecske gyorsító? Részecske gyorsító? Az olyan, hogy egy ilyen hatalmas nagy kör a föld alatt. És egy olyan csinálna az ember itt a játékba, és abba egy járművel folyamatosan körbe-körbe menni zombi horda alatt. Szerintem akkor futnának a felszínen körbe-körbe utánad. Úgyhogy ez egy érdekes koncepció lenne. Úgy gyerekek, bazza, mi az a sok lépcső? Brutál. Szelvízolagutakat készítek a hegybe. A hegy gyomrába, pont ma küldte Feréke azt. Emlékeztek ti arra a filmre? Vagy sorozatra? Ez egy gyerekeknek szánt sorozat volt, de olyan para volt. Szerintem ilyen horrornak elmennem. A mai világban biztos, hogy minimum a 18-es karikát kapná meg az a film. Nem vetítelik azt gyerekeknek. Jézus Úristen. Jézus Úristen, mit művelek. Ja, egy ugró. Kellene szalma bála majd oda le. Ja. Csak az a baj, már nem tudok lejjebb fúrni, úgyhogy érdekes megoldást kell alkalmaznom. Gyerekek, elfogy az üzemanyagom, amire kiérek, akkor az baj lesz ám. Nem nagyon tudok kimenni. Ez ugye érdekes lesz. Milyen magasan vagyunk, basszus. 22 méter, még 10-valamennyi, úgyhogy talán elég lesz. Viszont a kő az lesz bőven, úgyhogy nem kell panaszkodnunk, vagy nem kell aggódnunk. Hogy nem lesz kűjünk. Te Isten. Na, de viszont ez tök jó, mert így látom, hogy mennyire, mi a lejtés.
Gyerekek, 10 000 kő. Én meg elmentem bányászni fölöslegesen. Amikor itt jön bőven. Mennyi lesz 35, ugye? 35. 35 magasság. Hát akkor itt elég lesz minden is. Oda vertem egyet a fának is. Milyen szép kis alagutat alakítottam ki, nézzétek. Nincsen sehol csipkézve. Jó, van, próbálom vigasztalni magam, hogy mikor érek már ki, vagy valami legyen ma. Mert azért ez nem egy kis pálya. Mit én művelem? Úristen, gyerekek, mire vállalkoztam már megint? Már megint ideje van itten, furka-furka. Hát szerintem megérkeztünk, megjöttünk. Azért auger nélkül lehet, hogy ennek nem álltam volna neki. Régebben megvizogta vár ilyen nagy projekteknek, anélkül is. Kis pályáztam, hanem szerintem fölértünk. Úgyhogy mindjárt kibukkarul. Csak nem, hogy hátulról támadjanak majd a zombik. Már ugye nem tudnak fölmenni ott. Az ilyen egy irányú lesz. Szándékosan az a létrát nem terveznék. Majdnem jó lett. Itt az aszfalt. Mondom én. Az jó erős volt. Így a zombik meg potyorognak be. Meg itt megdöglök. A fejem nem fér ki, a nagy feje kikörnek. Hát jó, egy-két tank benzint elnyomtunk. Lett 11 000 kövünk. Ezével vagyunk kadilábon. Homokkal! Homok nincs, gyerekek. Jó, egész jó. Itt még ezt kicsupom. Szintig menjünk. Marad be az a bivar itt a gyerekek. Közben megjött egy ilyen horda. Gyorsan kipicsáldom őket. Jó, azok meg elment. Elmennek. Lol. Meggyűjt a horda. Na, itt még egyet ki akartam. Meg ide kéne ugye egy házikót építeni, vagy valami mi a pi a pöcsövet csinálta ide kép. Na várjál. Ínyi. És akkor nem is köröd volna oda bárki jelesni. Nesze neked, de nem baj, mert úgyis lesz majd ide valami kis épület, ami te körbe veszi a dolgokat, te, ja, mindjárt rendet teszek, gyerekek. Milyen szépen kijöttünk, nem? Szeretem, amikor ilyen szépen sikerülnek a dolgok. Meghalt mind? Jó. Mennyi van? 12:37 van. Egész jó, haladunk. Megcsináltuk a kijáratunkat is. Hát oda mindenképp egy szalma bála kellene. Mert különben biztos, hogy ki fogjuk törni a nyakunkat. Itt megnézzük, itt mi a hely. Jaj, bazz, most nagyobb bajra leestem. Ide viszont kéne egy csapóajtó akkor. Hát, mert biztos, hogy le fogok esni, amilyen hülye vagyok. Úgyhogy ide kell egy csapóajtó. Most azon gondolkodok, hogy igen, valószínűleg egy ilyen nagyon OP csapóajtó kellene. Nem csak egy sima. Szóval itt majd mindjárt valamit kitalálunk. El kéne mennem betont keverni, de itt ezeket felupgrade-elem minimum. Elfelejtem, akkor meg cumi lesz. Úgy né, mi jó. Várjál, itt ez csak fára van. Fáraó! Meg itt is, hát ez is csak fára van, masszás.
Jó. Oké, gyerekek, kamionok vagyunk. Ennek a falait majd meg kéne egy kicsit építeni. Hát lehet, hogy ide most egyelőre nem fogok csinálni ilyen elektronos berendezéseket, mert a rohadtul nincs időm, hogy én mit még bekötögessem ezeket. Ott van, na jó messze van ez a kijárat, ott. Oké, itt lesz valahol lent a pánik szobám. Kellene szalmabálát csinálnom, meg kellene nekünk. Kicsit itt, várjál, mi ez? Ne kéne hoznom az acélt, kéne hoznom betont. Mennyi betonunk van? Volt ám itt betonom még. Ja, el is raktam, ja, hiszem már csináltam. Ja, betont kellene csinálnom. Ja, a cementet kéne készítenem, és betont kéne utána belőle készíteni. Mert különben bajok lesznek. És akkor acélra fel kéne legalább az alját húzni. Nem vagyok benne biztos, hogy nem fogják ütni. Akkor majd át kell alakítanunk. Ez különben probléma, de hát... Nagyon nem tudom, mit csináljak. Azt kéne megnézni, hogy azt a... Neve mi? 6? Aha, ez az. Ilyet tudok csinálni. Rugó, mechanic part. És 10 darab izé, egy ilyet kell készítenem. Úgyhogy ezt be is trekkeljük, azt ne felejtsük el, gyorsan csináljuk meg. Azt mondom, hogy a rugót, azt hol szoktam rakni? Ide szoktam rakni. Szervetlen craft, ez is kell, meg akkor 10 darab acél, ami itt mindjárt úgyis készült egy csavó. Meg közben cement készül, meg akkor kéne még egy cementet készítenem. Mert ez édes kevés lesz. Jó, várjál, cement az jöhet hozzám, jöhetne, hogyha csak nem fér semmi más sehova. Ezt megtanuljuk, aztán akkor már mindjárt fér. Oké? Okay. És akkor itt meg kellene betont készítenem. Oké. Okay. Jó. Nagyon örülünk. Mondjuk kettő betonkeverőbe elosztatta volna. Jó, de vagyira sürgős. Egyelőre akkor most meg kéne csinálnom ezt a steel hatchet. Mennyi idő alatt csinálja meg? 2 perc alatt megcsinálja? Szuper! Jó, oké, gyerekek. Kéne még egy kicsit cement vagy követ beolvasztanom, ha már egyszer itt mennek a dolgok. Menjen a vas is, meg menjen a maradék, menjen egy kis kő. És akkor így egész jobb vagyunk. Clay is kezd fogyni. Oké, semmi gond, gyerekek. Egész jól állunk. A maradék acélt is magunkkal visszük, és akkor felhúzunk egy-két dolgot. Hova tette az acélt? Ja, itt van, nem. Oké, 306 darab. Jó. Gondolkodják hiper, hogy mi az, amire még szükséged lenne. Szalmabára kellene, az meg a szelves craftból kell valószínűleg, hogy csak ez. És akkor... Receptek, igen. De ebből szerintem egy 2 darab kére, csak az onnan lesz meg. Úgyhogy mindjárt még készítünk egyet. Jó. Szalmabála megkészül, van még blokkunk is. Jó. Mehetünk le. De várjál, ezt a hatchet azt meg kéne várnom, ha már egyszer itt tele nyomom neki, nem? Meg egy kis betont is várhatnék, ennyi erővel mit kapkodok annyira. Na mondjuk 46 darab betonom van. Fú, bazzel, lehet, hogy tényleg az kell dolra, hogy... Az a baj, cementem nagyon nincsen sok. Mondjuk a cement az meg pont készül. Dobjunk be ide még egy kicsit, be tudok? Jó, menjen itt is. És az ide elfogyott a szendem. Úgyhogy az is gáz, mint szendem. Szendet meg valószínűleg nem lehet craftolni, csak... Csak tudjátok, hogy mit csinálni vele. Na. Ja, itt meg vannak ilyen ideik. Módok, ezeket is lecraftoltam. Van itt minden, mint a búcsúba, gyerekek. Jó, ezt lerakom, leviszem akkor a izét, kipróbáljuk, hogy működik-e a menekülő útvonal. De egyébként jó lenne fölépíteni egy kecót, de egyelőre nem az a legfontosabb. Kéne csinálni még egy bálát minimum. Ja,
Úgyhogy van egy-két dolog, amit még itt meg kellene gyorsan csinálni. Ugrócsövet kellene leraknom egyébként. Ugrócsövet kéne letennem egész végig, teljesen leig. Ugye az megvezet, meg akkor nem akadok elben, meg akkor nem kell megcsinálni a falnak a részeit. Az ugrócsövet lehet, hogy le kéne izenem. Le kéne másolnom, itt van egy ugrócső, ugye ez teljesen jól működött. Egy ilyen ugrócsövet lemásolok, jó? Nem tudom lemásolni? Why? Nem tudom lemásolni, mit akar? Most miért nem engedi lemásolni? És én vagyok béna, vagy mi? Copy rotation. Ugye ezek elő, hogy a... Jó, mindegy. Jó, mindegy, megcsinálom, kiválasztom egy fele. Oké, van egy ilyen brutális csapó item. Mehetünk le a rákba. Na, nem tudom, jó, hát fölmászok, megpróbálom onnan lemásolni ezt a csövet. Nem tudom, hogy nem tetszett neki az előbb. Ja, onnan bentről lebeggette. Igen, le akarok rakni egy csövet, hogy az vezessen teljesen leig. Viszont a bálát le kéne raknom alulra. Viszont kellene a bálámhoz még nekem. Kellene egy-két gyöp. Mondjuk azt mi a tökömmel üssem ki, gyerekek? Mondjuk legyen ez. 14 óra van, 10 óráig valamit kéne okozni. Azért ezt figyelj, tudod mivel? Késsel vagy nem tudom mivel ütött. Na. Nem is tudom hány kell, 15 darab vagy vegyi. Kettő bála szerintem bőven elég, azért ott el fogom találni. Oké. Okay. Jó, és akkor levegyünk itt, nem úgy ugrunk le, mivel valószínűleg még kitörném a lábamat. Oké, okay. Viszont ezt ugye úgy kell megcsinálni, hogy még egy fölsőbb réteget le kell majd ásnom, mivel lejjebb már nem tudom rakni a bálát, ezért sajnos a levegőbe fog kerülni. Ez nincs olyan messze azért, nem egy életbiztosítás az egész, ami itt kerül, ide kerül, de lehet, hogy egyébként egy bála is bőven elég lesz. Mondják lassuk. Ó, elég az egy bála ide. Gyerekek. Elég, csak erről beszéltem, hogy ugye emiatt. Kigástam még egy blokknyit. Így, hogyha leesek, akkor ugye tudjak arra berdi. Egyelőre ugye az a lényeg, hogy menekülni tudjak. Oké, bálára esek, valószínűleg túlélem, meg kéne csinálni a csövezést. Hogy valahogy kirézzed az egész. Nem, nekem nagyon nem tetszik így. Tudom, hogy nem lehet, hogy nem ezzel kellene most foglalkozni, de tudjátok, hogy milyen vagyok. Ezen a lépcsőn fölfele menni, ez egy rémálom. Ha jönnek a zombik és megkerülnek, és szembe lejönnek, akkor itt azért lesz baj. Főleg, ha 64 darab zombi fog felem szembe futni ezen a lépcsőn lefele. Na, csináljuk meg a csövezést. Utána megcsináljuk a magát az épületnek azt a részét. Utána közben meg lesz egy csomó betonunk, hát amennyi lehet. És akkor meg az ajtót se ártana felrakni. Nézzük. Először is nézzük ezt az ajtó témát. Hol az ajtó? Itt van az ajtó. Ezt hogyan tudom elő lerakni? Jaj, nehogy már megint az van, hogy bazza, így tudom lerakni. Ettől annyira agyfasz kapok, de ez miért így van? Hát így bazza, már megint ez van. Nem engedi oda lerakni, ide följebb ugye nem engedi, csak hogy esetleg egy dolgot tudok csinálni. Nem vagyok boldog, gyerekek, nem vagyok boldog, ezt a csövet most így bukom. Ide kéne raknom belőle egy darabot, hogy mit tudom én, maradjon meg. Igen, egy ilyen lapot kell leraknom ugye, és akkor rá tudom, neki tudom rakni, de én annyira nem örülök, hogy ezzel kell szarakodnom, hogy egy ilyen plusz lapot rakjak. Nem tudom, ide rakom, remélem, hogy nem fogja befolyásolni azt, hogy én föl tudok ide jönni, ugye? Nem, az akkor jó. Akkor megnyugodtam. Csak az a baj, hogy ezt a... Aha. Ez így jó, nem? Csak várjátok, fel kéne upgrade-elem nekem azt a lapot, nehogy véletlenül kiütöm, vagy fölveszem. Akkor meg megy a levesbe az a... Cucci. Jó, ez megy, ment a célra. Védje bazza ezt az ajtót. Na.
És azt kéne, hogy ezt, ennek a környékét, de csem. De feltétlenül bazza. Igen, el is fogyott a betonunk, jó? Jó, oké, az így jó. Semmi probléma. Csak most meg már megint nincsen meg a izem. Megint nincsen meg a csövem. Oh, Istenem. Föl kéne valahogy mennünk. Várjál. És föl kell mennünk. Jó. Jó, mert egyébként ebben direktbe is be fogom tudni rakni most ezt a csövet. Jó. Nyugalom gyerekek. Azt össze kell hoznunk valahogy értelmesen. Ah, ilyenre gondolt a képer, látod? És akkor ezt le lehet csukni, és a csőbe bele tudsz ugrani. Ugye? Nem biztos, hogy nem fogok leesni. Jó, de viszont túléri. Ez egy jó dolog. Ez egy jó dolog, de hát igazából... ja, viszont ez tök tetszene nekem, hogyha lenne ilyen cső. Csak az a baj, hogy ezt a csővel nem tudok én felugrálni. Most meg be is bugoltam valahova. Jaj, ne! Ne! Valahova sikerült be... bebugolnom! Nem jó! Nem jó! Be vagyok a becsőbe. Na, jó van. Jó, a szalmabát meg sikerült szétütnem, úgyhogy még szerencse, hogy készítettem még egyet. Jó van, a cső úgy látom, hogy egyelőre most ez így nem fog annyira working-olni. Az a baj, hogy nem nagyon tudom lerakni azt a csövet. Várjál. Nekem annyira nem tel... Tudom, hogy ezek a leg... kisebb problémák most. De egyszerűen nekem van egy ilyen fétisem, hogyha valami nem szép, akkor azt nem tudom elviselni, hogy úgy maradjon. Úgyhogy itt egy kicsit alakítunk a dolgok. Ha várjál, mert mindjárt jó lesz, gyerekek. Bocs. De nem bírom ki, hogy ez annyira zavaró, hogy ez így ilyen csúfos. Itt legalább, mit tudom én, ahol beérkezünk, az valahogy értelmesen nézzen ki, érted? Ahol beérkezünk, tudod ezt így, akkor hoppá, ide beugrunk. Igen, viszont a csövezést azt nem fogom tudni megcsinálni, nagyon bánom. De miért nem rakja ide a csöveket, hogy arra se vette volna meg? Az a cső, amelyik nekem köllere. Egyébként van ilyen is, amelyik rendes cube. Úgyhogy lehet, hogy ezzel a cube-bal tudnék valamit kezdeni, de mondjuk biztos ezzel kellene most foglalkoznom, mi? Uh-huh. Ennek lehet, hogy nem tudok megállni a szélére, az a baj. Vagy gyerekek. Ezt nem tud fölpakolni, bassz. Ja nem jó, mert amúgy is kisebb az aluk. Jó, akkor gyerekek, ez így marad, jó van? Megy a fene. Meg vagyok győzve. És akkor ez így marad csinos. Így jó, egyelőre akkor ez ilyen lesz, aztán majd valamit olkodjuk még. Bár ott nem tetszik nekem, hogy ez... Ott még nincsen blokkocska, mindjárt. Hát tudom, hogy ez a legőrültebb dolog, amikor én így elkezdek tökölni ilyenekkel, de szerintem tök vágjátok, hogy milyen fajta mentalitású a keeper, hogy egyszerűen... De ez a mi a pecsem van? Miért nem tudok itt elugrani? Ja, mert ugye még egy magasságot egyébként itt ki kell fúrnom majd, és oda meg lepakolni rendes blokkokból, hogyha értelmesen akarom, hogy kinézzen az egész. És miért ne akarnám? Mondjuk most nem ártanom fölmenni, aztán inkább érdemleges dolgokkal foglalkozni, úgyhogy el is engedtem, ígérem, ez így lesz egyelőre, jó? Oké. Meg vagyok győzve, de viszont ott is megint mi az? Ott! Azt az egyet még ezt meg kell csinálnom. Nem bírom ki, hogy ne.
Azt még akkor csinálom. Úgy, és akkor itt ide érkezünk. Szuperül. Na, megvan oldva. És akkor innen ki tudok menekülni, hogyha nagyon-nagyon szar. Semmi gond. Igaz, hogy földbe kell gyűrnöm lefelé, de hát valamiért. Igazából ki kell ásnom ugye minimum 4 blokkot, a szélsőket ahhoz, hogy ugye ez működjön valamennyire. Gyerekek, itt ez, be fogok cumizni, hogy ez ilyen ott lassan megy fölfele. Létrán gyorsabban közlekedik, mint itt. 56. nap? Jó. 15 óra. Semmi probléma. Azért építek bőven itten. Nem kis pályázik a kíper. Gyerekek, milyen lenne itt kirabodni az alját, nem? Érdekes lenne. Oké. Okay. Próbáljuk meg többször nem kipróbálni ezt a leesést. Várjál, nem valami nem tetszik. Hát ezt nem azt akartam, én ezt a blokkot akartam volna itt felhúzni, hát erre meg mindent felhúz. Ezt akartam. Hogy ne végre. Jó. Nagyjából jó, nem? És még ha össze-vissza van upgrade-elve minden. Nincs olyan betonunk. Jó, föl kell menni cuccokért. Majd meg kell építeni ezt a külső részt. Jó, ezt egyelőre tényleg csak akkor használjuk, hogy végszükség esetén nagyon menekülni kell, jó? Hogyha itt összeomlik minden, akkor kell használni. Szóval nem ez az elsődleges szempont, hogy itt ez a tökörészek, hanem kéne tovább csinálni itt a bázist, mert mindjárt érzem, mindjárt beszívok. Tényleg az lesz, hogy itt nem lesz időm semmire, végén még. Vagyis nem a bázist kell csinálnom. Úristen, mi lesz itt az horda rapkor? Már előre félek. Dupla rendségű horda lesz már most is. Úgy fogom beállítani. Úgyhogy, ja, úristen. Valószínűleg még lagunk is lesz, mindenünk lesz, minden problémánk lesz. Na nézzük, hogy mi történik itt. Cement az készült? Készül a cement. Még kéne készíteni cementet, amennyit csak tudok. És akkor be kéne pakolni, itt le kéne osztagyi valahogy. Ja, nincsen cseszhetebb azzal. Cseszhetebb, úgyhogy ennyi volt a betonozás szerintem. Itt még készül. De aztán annyi volt, gyerekek. Rá fogunk cseszni. A 400 valamennyünk. Mindegy, az abból kéne valamit okos kialkotni. Úristen. Gyorsabban kellene dolgoznunk egy kicsit. Nyomjon neki kipar! Oké. És akkor fel kellene, még mindig upgrade-elem a frekventáltabb helyeket. Ami nem más, mint... Mert hogy egyelőre csak kettő sor, meg ugye acéllal is fogunk mindjárt dolgozni. Nem tudom, hogy acélt nem-e kellene volna beraktam főni még. Ennyi van még? 128, ne ez a baj. Jó, és megint elfogyott! Arra van tényletbe, gyerekek. Várj, mennyi acélom van. Azért én komolyan ezt akarom, hogy ezt acéllal megcsinálni. Jézus Mária, mi lesz itt? Gyorsan. El kéne készítenem. A váró falait, mert igazából még fala sincsen neki, úgyhogy az anélkül elég nehéz lesz majd túlélnünk. Rácsból kellene, ugye? A sarkokat, az a kornerokat mindenképpen belső. Vagy nem tudom én külső kívülre rakni ezeket a rácsokat? Nem lehet, hogy megoldanom valahogy úgy? Hogy kívül legyen? Egyébként ezt automatán, de így. Vagy kívülről, azt nem esélytelen? Nem lehet, mert ugye nincs miért csatlakozni. Úgyhogy mindenképp belőle kell. Az a baj, hogy ott olyankor ugye elveszi a helyet valamennyire. De hát nem tudok mit csinálni, akkor nem tudok mit csinálni. Hát hogyha ezt elkezdi ütni itt a zombi, akkor nagyon-nagyon nagy szarba leszek. Úgyhogy arra készüljetek. Na, akkor meg kell csinálni. Ez most miért úgy rakta le bazzal egyszer? Figyelj, de azért az komoly, nem? Láttad? Hogy lerakja lefektedve? Ezért úgy gratulálok neki.
Ugye konkrétan minden orrácsot fogok alkalmazni. Már csak azért, hogy kilássak mindenhova, lássam, hogy merre jönnek zombik. Valószínűleg, hogy meg később reflektorozni fogunk mindent. Be fogunk reflektorozni mindenféle dolgot. Hát itt egy picit félek tőle, hogy ez itt le fog szakadni, de szerintem nem. Ha le fogunk szakadni, akkor nagyon rá fogunk cseszni. Várjál, két magasságig, akkor már építsük meg. Ahhoz képest, hogy megint mennyi időm volt erre, ez jó volt a köröm. Itt lesz egy likacska, ugye? A izé előtt nem nagyon tudok, meg ugye jönnek robbantó zombik is. Na, hát ez jó lesz. Mert előre tartok itt a dolgoktól. Külön nekem sarok. Egy, kettő. Egy, kettő. Beleszünk a ketrecbe, Bore. Beleszünk a tévébe. Oké. Okay. Elég nagy helyen tudok mozogni, az tök jó. Itt ugye föl tudok jönni, ott le tudok menni. Nem rossz a projekt, viszont nem nagyon tudok upgrade-elni majd, úgyhogy azzal lesznek problémák. Cobblestone-ra tudok? Cobblestone-ra tudok. Frekventált helyeket meg kell csinálnom a célra. Fámoz legalább van. Viszonylag cobblestone-ról is elég sok. Nincs mi, ja? Jó. Oké, okay. Jöhet a teteje. Majd, hogy fel lesz minden upgrade-elve, akkor jobban fog kinézni, ám srácok. Magamat próbálom nyugtatni, mert tudjátok, hogy milyen vagyok. Ezt kéne lekopizni, várjál. Meg akkor a üzét is le kéne kopizni. Rotation-t, és akkor az nekünk itt tök jó lesz. Viszont eznek a tetejére, ezt csak úgy tudom felrakni. Vagy fölülről. De viszont ez tök jó, hogy így fel tudok ugrani. Igen, ugyanígy hosszába. Nagyon rossz. És akkor itt már végig tudom rakni. Egyébként ennyi erővel fölfele is tudtam volna menekülni, bár a zombik közé lehet, hogy nem a legideálisabb lenne bemenekülni. Ugye egy darab helyet bárhol tudok lőni. Viszont egy darab helyet fogok tudni kiütni. Úgyhogy ez így fog működni. Valamennyire. Viszont nem túl sok időm van. A franc össze bele, hogy sose rakom jó helyre. Felupgrade-eljük. Legelejét, ahol ugye leginkább támadnak. Ezt felhúzzuk izére. A minimum a célra. Dupla, kéne duplát oda raknunk, kívülre is raknunk. Ja, nem tudok kívülre rakni, bazza. Nem enged kívülre rakni. Nem fogok tudni duplát rakni, de fogok tudni. Rakunk dupla vasat, dupla rácsot kívülre. Vagyis oda, ahova muszáj. Ugye az azért elég jó durabilitéje van. Bár nem annak kell megvédeni minket. Itt eléggé fura az egész helyzet, mivel a bázis az csak gyakorlatilag késletető szerepet játszik. Ez olyan, mint a régebben tanultam kriminalisztikát, és akkor ott volt az, hogy konkrétan nincs olyan zár, amit ugye nem lehet feltörni. A zárak nem az a szerepe, hogy ne tud őket feltörni. Nem az a szerepe, képzeljétek el. Nem az a szerepe, hogy ne tudjál bemenni egy épületbe, vagy pedig egy széfbe, hanem hogy minél inkább késleltesd azt az időt, ameddig ugye be tudjanak jutni. Ez tök érdekes. Egyébként belegondolva, nem frekventált helyeket is fel kell upgrade-elnem. Minél jobbra, mert ugye például robbantó zombi,
az gyakorlatilag akárhol így elszólhatja magát. És akkor mindjárt a nem frekventált helyeket is szét tudja bontani. Mondjuk itt a tetőt nem túl ildomos lenne így hagyni, mert például lerobbantja egy robbantó zombi a felét, akkor onnan támadni tudnak fölülről. Jó lesz ez, gyereke! Dupla mennyiségű zombi, jó, para lesz ez a hely. Ha ma nagyon-nagyon minden kötél szakad, akkor kirohadok ott, de lehet, hogy odakészítek egy motor, fölpattanok rá, és fölmegyek a izai bázisomba, komolyan. Lehet, hogy azt fogom csinálni. Oké, megvan mind. Megvan mind, itt kellene, mi a kellene nekem izé? Tudod mi? Tudod jó, hogy mi? Ha vagy ne tudnád, én is tudom, hogy mi. Mi jó. Kéne beton, mert anélkül hiába is lenne acélom. Fú, bazze, ez tényleg ilyen... Próbálom kitalálni, hogy hogy lenne jó, aztán lehet, hogy tök nem fog működni. Úgyhogy szoszorri, hogyha szenvedős halálunk fog lenni. Ja, lehet, hogy leviszem a nagy motort, azzal fogok. És akkor hátul be tudnék jönni vele. Hú, bazzel, nem lesz egyszerű az egész. Úristen! Előre félek. Na, nézzük, itt még alakul a cement, bár hiába, ha egyszer tudod, hogy mi a probléma. Hát én tudom sajnos, meg szerintem te is. Nincsen ideg, nincsen homokunk. Itt készült még, meg még mindig egy kicsit készül. Jó, azokat próbáljuk meg a frekventált helyekre ellőni. Le kéne vinnem a motort. Gyerekek, ez az irányítás, hátrafele. Szóval meg lehet őrülni. Virágcserepet meg összetöröm, így a jaj, moré! Még törjem el a lábamat, mindig az utolsó pillanatban itt szokta betörni. Na. Az. Elmegyünk a motorra, itt vannak különböző dolgok. Tudjátok, mi lenne még vicces? Mit tudom én, ilyen, lennenek olyan NPC-k, akik így kalandoznak. Mit tudom én, lenne olyan, hogy... Figyeljetek, ezt ide állítom, és hogyha nagy szar van, akkor itt lesz a menekülő útvonalunk utolsó védvonala, a motor. Jézus Isten! Motor, bazze! Hát ezzel fogom megváltani a világot nyilván. Oké. Mindjárt kimegyek kívülre. Mivel itt még egy-két dolgot kéne csinálni. Föl kéne hogyha nem fognak normálisan működni, hát akkor menekülünk a bázisunkba. Ide akartam még egy rácsot kívülre, tudod-e? Aha, ide föl tudom rakni, látod? Ekkor a királyság. És akkor ezt kapásból felupgrade-eljük. Acélosig. Azaz. És akkor itt... Ez is megy acélosig. Ezek. Ez a legfrekventáltabb hely, sőt a belső is megy acélosig. Oké. Akkor itt szerintem mondhatni, hogy védve vagyunk, ugye? Ezt lehet mondani. Itt kellene szerintem egy két blokk magasságig a cél. Borzalmasan sok a cél kell, úgyhogy, ja. Ugye is megy az összes. Jó. Két blokk magasságig. Ez azért elég védett lesz. Elég brutálisan védett lesz. Igen, és itt vannak a problémák, hogy hova használjuk fel maradék a célunkat. Mert nem sok van. Az igazság. Kicsit többre számítottam, hogy több lesz, de nem sok van. Ugye ezeket ütik, tehát ott följebb nem is nagyon érdemes. Nem tudom, gyerekek.
Talán nem tudom, nem kellene használnom minden acélt most emiatt. Itt egy kicsit még betonozzunk. Fú, basszus, nem lesz egyszerű a dolog. Itt reméljük, hogy ezeket nem fogják ütni. Meg kell nézni, lehet, hogy ezeket a lépcsőket felhúzom betonra. Nehogy az legyen, hogy ezeket itt elkezdik ütögetni. Aztán nem tudnak följönni. Legyen az, hogy tudjanak feljönni. Biztosítsuk nekik a feljutás feltételeit. Biztosítsuk nekik az átjutás feltételeit, az is nagyon-nagyon fontos. És el is fogyott a betonom, tessék, ennyi volt. Jó. Egynek jó, gyerekek. Ezt a ládát szét kéne csapnom. És ide nekem be kéne rendezkednem egyébként. Kellene csinálnom egy ládát minimum. Minimum egy ládát, és ide le kéne hoznom olyan dolgokat, amiket kelleni fognak. Kötszerek, meg hasonló dolgok. Mert igazából nem sok időm van. Jó. Ezt viszont meg akartam javítani. Fegyvereket. Lehet, hogy le kéne hoznom egy sörétest. Nem. Lehet, hogy kéne hoznom egy sörétest is. Nem tudom, basszus, mit kellene? Úristen, mit kell csinálnom? Pánikolok már egy picit. Annyira kis csenevésznek néz ki az a hordaváróhoz képest, mint ami itt van. Jó. Kell egy ládát csinálnom. Kéne lehoznom lőszert, és kéne lehoznom kötszereket. Várjátok. Gondolkozzál, Keeper, gondolkozzál. Pakolják ki, mert tele vagy minden lommal. Olyan dolgokkal is, amit nem kellenek. Kirakom a követ is, mert igazából semmi értelme magamnál tartanom. A cobblestone-t nem rakom ki. A beton, az igazából három betonnal nem sokra megyünk, viszont azt hiszem, hogy még készül valami egyé. Úgyhogy azzal még esetleg tudunk valamit is, bármit is okozni. Mi történik? Igen, acélt olvasztottam, csak az a gond, hogy... Elfogyott a clay. Elfogyott a clay. Még van benne iron. Rakjunk be akkor clayt. Mert akkor legalább tudunk még egy kis acélt csinálni, és a következő részre, ha ma abban nem is, de... következő részben lesz benne clayjünk. Oké, csináljuk. Még van benne. Tüzelőanyag is, szuper. Viszünk még egy-két acélt. Az olyan dolgokat kellene elvinnem magammal, amikkel közvetlenül tudok javítani, vagy közvetlenül tudok upgrade-elni. A fa, például kő az abszolút nem tudom ugye azt használni ilyenre. Szervetlen craft. Rakjuk ki az olyan dolgokat. Adó cuccok. Szerves craft. Vas. Ó, nekem ez, nem kell ide. Ducktape-et leviszem. Üzemanyag. Fú, nem tudom, üzemanyag nem kell szerintem egyébként. Fa az jó lenne, hogyha nálam lenne. Nitrát az rohadtul nem kell. Várjál. Itt is volt egy kis acél. Nitrát az nem kell. Drónt azt majd fogom használni nyilván. Lőszer kellene dögivel. Úgyhogy lőszer kellene dögivel. És ugye 762-es lőszer. Valószínűleg. Lehet, hogy végén még el kell kezdenem egyébként lőszert gyártani. Meg ugye akkor kellene craftolra vagy ládát. Azt hittem, hogy hova megtalálom, de meg is találom. Jó. Kéne craftolnom egy ládát, amiben belepakolom az olyan dolgokat, amik kellhetnek. És viszonylag akkor normálisan el kellene azt rendezni. Ez mi? Ilyen nem kell. Egy-két dolgot viszünk le. Leviszem azt, ami nem viszem le, mert fullon vagyunk. Ja, craftolunk ládát, gyerekek. 19 óra. Van 3 óránk vissza. Hoppa, azért megint beakadtam ide. Ne! Bazza, miért csinálja ezt? Beakadt konkrétan abba a csőbe. Ugye összedobok egy ládát. Valami olyan helyre, ahol annyira nem zavaró.
Ide meg ide lesz lehet a láda. Nem, hol legyen a láda? Ide lesz a láda. Kettő láda lesz, lesz itt egy fegyó és lőszer. És akkor itt fogok tartani fegyvert és lőszert. Meg akkor kéne még egy ládát csinálnom. És abban meg kaja és... Kaja plusz. Kaja plusz gyógyszer. Úgyhogy az ilyen dolgok itt lesznek. Akkor fegyó is ide, egyelőre ezeket kiszórom. A drónom most meg már elkezdett működni is, ha akar. Úgyhogy ezt is lerakhatom. Jó, oké, haver. Mert ugye buffot is ad, annak az is egy tök jó dolog. Ide rakjunk ki ilyeneket, ha nem is olyan túl sokat, meg ma úgy készüljünk fel, hogy azért legyen nálunk is dolog. Egyelőre a szerszámokat azokat valószínűleg fölviszem és ki fogom pakolni. A kaja és lőszerbe fognak lenni ilyen alapanyagok, egyelőre ezeket ide rakom. Azért, hogy legyen helyem lecuccolni. Hát lehet, hogy ezt az üzemanyagot is ide dobom. Oké, más egyelőre nem kell. Szuper. Jó. Akkor, lehet, hogy lehozok egy shotgun-t is. Aztán befogolom ide. Legyen. Meg ennyi erővel egyébként még azt is lehetne csinálni, hogy több M60-as csinálsz, felmodolva, és akkor nem kell javítanod, hanem konkrétan változ köztük, érted? A francesen bele vagy ez, mert itt van egy izé. Ezt egyébként tényleg úgy kell volna megcsinálni, hogy bássam ezeket a szarokat. Jó, hozzunk meg le még lőszert, hozzunk le sati lőszert, és lehozunk egy automata shotgun-t is. Ha minden kötél szakad, akkor azzal is tudok puffogtatni. Ja, meg még mindig készül ez, úgyhogy az jöjjön. Itt meg még mindig készül ez, jöjjön. 762-es lőszert viszek dögivel, minden legyen ott. Sörétes lőszert viszünk dögivel. És a túlok közül viszont ezeket kipakolom, mert az nem kell. Szelvetlen craftból ezt kipakolom, mert nem kell. Így akkor így jók vagyunk. Van ott egy alkatrészünk, ezt is kidobjuk. Nagyszerű. Akkor... Gondolkozzá, mit kéne még vinned? Nézzük meg a gyógyszerek közül, hogy van-e valami olyan, aminek van értelme. Hát lehet, hogy viszek még ilyet. Sose rossz. Meg lehet, hogy viszek ilyet is, az se rossz. Oké, ez meg, a bartering nem érdekel. Ilyet vittünk le, ugye? Leviszek egyet. Na ugye ott kell megoldanom mindent. Ja, egy izét, egy weapont. Egy automata shotgun-t kellene. Itt ugye ezeket el fogom helyezni majd, szóval ez így folyamatosan fog fejlődni. Hol van az automata shotgun? Itt egy ötös van, csak automata shotgun-ben az a legjobban. Hát mondjuk az se rossz. Ja, és akkor ezt azt csináljuk. Ó, és igazából van SMG-m is. Figyelj, ezt az SMG-t ezt megjavítjuk. ezt is megjavítjuk, és lehet, hogy készítek még... javítókészletet, azt szóval azt csináltam is alkotó eleveket. Várjál, vagyok ki a vasat. Meg szelvetlen craft, legyünk duct tape-et, és csináljuk javítókészletet bőven. Az amúgy mindig kell, az mindig itt ez a vinkódok, hogy nincsen. Oké. Okay. Mehetünk le, nem? A utolsó van a shotgun, M60-as, lesz javítókészlet bőven. Erre viszont rohadtul nincs szükségem. Mert ugye ez ugyanazt a lőszert teszi, akkor felesleges lenne. Oké. Okay. Vigyünk még satriamót, ha már egyszer tudunk vinni. Oké. Okay. Jó. A gyerekek, még van vissza két órán. Tök jó felkészülünk szerintem.
Hát akkor nagy probléma lesz, hogyha ütik. Ha ütik a falakat, akkor be fogunk szívni. Arra nem fogok tudni mit csinálni. Fegyver és lőszer kipakol, minden majd fogok magamhoz vételezni, szóval... De ennyi lőszer, ha nem lesz elég, akkor baj van. Jó, ezt fel kell upgrade-elnem, majd fel-upgrade-elnem ezt a boxot, azt akkor nem lesz ilyen probléma. Viszont az upgrade-elő... mi az? Az upgrade-elő szerszámomat kiraktam, ami nem volt egy nagy ötlet. Ugye? Azért az ütős volt. Nem baj, gyerekek, nem baj. Oké. A 20 óra, mit kéne upgrade összerszámért felmenni, meg még lehozni dolgokat. Mik kellenének nekem? Gondolkodjál, képer, gondolkodjál. Ja, itt fel kéne upgrade-elni ezeket a részeket. Ha más nem, az oszlopok aljait acélból. És szerintem nem a legalsóbb blokkot ütik, hanem egy ilyen följebben lévőt. Úgyhogy lehet, hogy egy sort mindenhol a második sort mindenhol fel upgrade-elem, talán annyi acélom még lesz. Jó, viszont megint el tudok kezdeni acélt készíteni, mert ugye közben clay az keveredik, gyűnöz az izé. És a túlok közül volt annyi eszem, hogy kiraktam basszus ezt, pedig ez nem árt. Jó, ennyi betonom van, ez elég szomorú. Ennyi a betonom, ennyi a cobblestone, vagy a cobblestone az pont nem kell nagyon. Jó, hát igen, kell majd homokot gyűjtenem. Várjál, ez legyen nyírva. Jövök motorra, akkor ne kelljen szarakodnom. Oké. 161 darab acélom van. Jó, meg kell gondolni, hogy miket upgrade-elek. Gyanítom, hogy a másodikat ütik. Jó. Szerintem ez egy nem rossz megoldás volt. Talán inkább el akarnak hozzám jutni, mint hogy üssék. És ez minden egyes résszel, ez egyre durvább lesz ez a bázis. Ezt úgy képzeljetek el, tehát most nem az van, hogy ez így fog maradni, hanem egyre brutálisabb lesz, egyre inkább ki fog épülni oldalanként, tele lesz csapdával, elektromos csapdákkal, mechanikus csapdákkal, mindenféle csuda jó dologgal. Na, igen. Jó, még tudnék egyébként betonra upgrade-elni, de szerintem nagyon nincs olyan hely, amit érdemes lett, de várjál? De van olyan hely, úgyhogy már megyünk is. Betonra ugye itt akartam upgrade-elgetni ezeket itt végig. Jó, ez most a célra bent. De megoldódott, mert több a célom nincsen. Jó. Ezt azért upgrade-elem fel, tudom, hogy nem ütik. De ugye, hogyha most jön egy robbantó, aztán belecsap, az nem biztos, hogy jó lesz nekünk, hogy elrobbantja, és utána nem tudnak eljutni hozzánk a zombik. Fú, lassító rész, utána meg jönnek ide. Hát, nem tudom, hogy ez mennyire fog működni, meg fogjuk látni. Még egyelőre ugye elektromos csapda semmi nincs. Úgyhogy ez egy valahol kicsi problémás. De hát ez van. Jó. Ezt azért upgrade-elgetem, hogyha tényleg itt berobban mondjuk egy robbantós, akkor ne az legyen, hogy itt ez szét fog hulladni egyből, hanem egyen jobban bírja. Ezt az első falat azért upgrade-eltem. Betonra. Érdekes betonrácsok azért. Jó tartós lehet egy betonrács, nem srácok? És el is fogyott. Jó, nincs is több betonom, nincs is semmim. Acélért lehet, hogy fel kéne menni, hogy ezt tudjam javítani, hogy van. Meg kéne nézni, hogy esetleg mi az, ami kell. Nézzé, útvonal az nyugis. Oké. Okay.
Hát betonért felmegyünk, felmegyünk izéért, acélért. Van javítókészlet bőven, tudunk javítgatni. Kaja, van nálam, pia van nálam. Oké. Szerintem egy jó vagyunk, nem? Mindent hoztunk? Gondoljuk meg. Ja, és hosszú orda lesz természetesen. Mit tudom, én nem is tudom mennyi. Egy órán keresztül fognak ömleni. Dupla számba. Szóval... Nem bele a számba, hanem dupla számba. Oké, egy kicsit lett itt, kettő még itt is van. Nézzük meg, hogy mi gondoljuk végig, hogy esetleg bármilyen olyan fegyvert tudnék vinni, ami nekem hasznos lehet. Igazából nem, mert ugye gyakorlatilag mind a három fajta ammót tudom használni így. Figyeljetek! Pakolok első rétes lőszert. Legyen. Íj, more! Na! Azért erre nem gondoltam, hogy ennyit el akarok rakni. Ez hülye ötlet volt, bocs. Legyen nálam bőver, mert igazából lehet, mert más nagyon nem fogok magammal cipelgetni. Jó. Nálam van minden, ugye. Javítókészlet is van bőver. Minden is van. Oké. Okay. M60. Ezek fognak játszani. Meg még. Fog játszani, ugye. El is. Oké. Okay. Hú, egy dolgot meg akartam csinálni mindenképpen. Meg is csinálom. Várjál. Ami elég... Elraktam? Basszus, ezt hova raktam? Nem, nincs... Volt-e valahol blokkjaim? Még az előbb láttam is. Hogy valami hülye helyre raktam be. A blokkok voltak. Na mindegy. Fákjákat vigyünk? Nem viszünk. 21-16-ban nem tökölhetünk tovább. Ja, ezt a fegyvert is akarom használni. Úgyhogy minden fegyverhez kell, hogy lőszer legyen nálam. Ja, hát ehhez bazza nem ártana lőszer vinnem akkor, nem igaz? Fok, azért megint megoldottam volna. Hogy 9 mm-es lőszer nélkül lemegyek. Vigyünk belőle ebből, abból is bőver. Oké. Okay. Jó, nagyjából ugye? Sörétes ammómat van lenni is, úgyhogy az van bőven. Oké, okay, 9 mm-es lőszer. Jó. Sörétes lőszer. 4500 van nálam, meg még plusz lent. Úgyhogy valószínűleg elég sokáig elég lesz. A 762-esből is kérem magamhoz vételeznem. Tehát akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Nem biztos, hogy egyébként túl fogjuk élni. Nem tudom. Oké, okay, lőszer. 762-es lőszer, kérlek, sörétest megpakolunk ki egy kicsit. Inkább legyen nálam bőven 762 is. És akkor én tudom váltogatni a fegyvereket. Ha nagyon elszabadul a pokol, akkor ugye ebben van 900, ebben van 1600, és ebben van 4500. Szóval, hogyha elromlik az egyik... Elromlik az egyik fegyver, akkor tudom használni a következőt. Várjál, egy dolgot még ezt meg akartam javítani. Inventory is full. Pillanat. Mi az, amit ki kéne raknom? Semmi, gyerekek. Legyen minden nálam. Jó. Ja, egy dolgot akartam, hogy föl tudjam szedni a lootokat, nem tudom eltűnnek-e. Hogy ugye itt legyen egy rács alatt, amire rásnak. De mindegy, azt inkább engedem. Fa nem nagyon kell. Ja, itt van a izé, ezt kereste, basszus. Ezt meg akarom javítani, mert... Ah, nem. Úgy látom, hogy nem kell javítani. Azt hittem, hogy javítani kell, szerencsétlen, de úgy látom, hogy nem. Tudjátok, miért hittem, hogy javítani kell? Mert ilyen, mint hogy ilyen szikrák repkednének belőle néha. De, akkor lehet, hogy én múltam a béna. Most beleakadtál oda? Vagy egyszerűen nem jó. De előbb, mint hogyha úgy láttam volna, hogy ilyen szikrák pattognak belőle.
Na jó, ugyan gyerekek, elbúcsúzom. Következő részben várlak benneteket. És akkor egy dupla nehézségű, dupla hosszú horda lesz. 16-an fognak megállás nélkül rohamozni. Nem tudom, túl fogjuk eljelni. Ugye, amint láttátok, így megpróbáltunk mindent megoldani, hogy normálisan működjön. Hát nem tudom, hogy mi fog kisülni. Láttátok, hogy ütötték itt a blokkokat. Nem tudom, hogy mi lesz ebből az egészből. Várlak benneteket a következő részbe. Sziasztok!